Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, múlt alkalommal már bearangoztam, hogy szinodus lesz a katolikus egyházban, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, és annak helyi előkészülete is lesz, tehát az egyházmegyékben, majd pedig összesítve országos szinten, és az eredményeket kiviszik Rómába, és a tervek szerint 2023-ban lesz az a egyetemes római szinodus, amelynek az az érdekessége, hogy nem csak a püspökök vagy szakteológusok kapcsolódhatnak bele, hanem kifejezetten kéri Ferenc pápa, hogy az egész egyházat amennyire lehet mozgósítsuk, vagy akik arra hajlandók, azokkal is folytassunk párbeszédet ebben az ügyben, hogy miként lehetne az egyház közösségét, az abban való részvételt, a missziós tevékenységet fokozni. Ez adta nekem azt a gondolatot, hogy hát szóltam az egyházról, legyen egyáltalán mindenkinek valami fogódzó pontja, hogy mégis mit vallunk mi az egyház lényegéről, amikor azt mondjuk, hogy katolikus egyház, és azt a gondolatot is magával hozta, hogy azok a zsinatok, amelyek jelentősek voltak a katolikus egyház életében, legyenek ismertetve. Mert nagyon sok zsinat volt, de voltak kiemelkedő egyetemes zsinatok, és hát ezt követően a ismertetett zsinatok után nyilván nem fogok sokat ebből meríteni, hanem kiemelek néhányat. Majd a szinodusokból is, amelyek ugyancsak 1965-től vannak, de voltak nagyon jelentőségteljes szinodusok, amik abban különböznek a zsinattól, hogy valamiképpen ilyen tanácsadó szervé alakultak át, általában pápai megnyilatkozásoknak a megalapozására. Ezt tette 6. Pál is, 2. János Pál pápa is, de 16. Benedek is, és a mostani pápánk Ferenc is. Na most, hogyha visszamegyünk a történelembe, akkor rögtön láthatjuk azt, hogy már az apostolok cselekedeteiben is találkozunk a zsinatnak a fogalmával, illetve annak megvalósulásával. Általában katolikus emberek hallottak róla, mert az apostolok cselekedetét szoktuk olvasni, de talán így összefüggésében és jelentőségében nagyon kevesen ismerik és főként értékelik, hogy mi volt ennek az egyház történetében az az iránymutató, és ugyanakkor az ókor és az apostoli egyház számára nagyon fontos döntéseknek a lényege. Ahhoz, hogy magára a jeruzsálemi zsinatra vagy rátérjek, előzőleg Szent Péter apostol életéből kell kiindulni. Mert jó lehet, Szent Pál tartjuk a pogányok apostolának, de Szent Péter volt az, aki elkezdte ezt a művet. Annál is inkább, mert Pál apostol hát később tért meg, amikor már az apostol egyház elkezdett terjedni, és hát mégis Szent Péter apostol volt az egyház feje. Olvassuk az apostolok cselekedetébe, hogy pünkösd után ők azért elindultak, de zsidó földön maradtak. Vagy, hát igen, így kell mondani, zsidó környezetbe. És egy alkalommal Péter apostol Joppéban volt.
Ott egy ilyen beteget, vagy mi több, egy csodás történetet olvasunk, hogy ott valakit még föl is tudott támasztani Szent Péter apostol, bizonyos Tabita nevű asszonyt. Ezek a rendkívüli természet fölötti események hozzájárultak ahhoz, hogy a hit megerősödjék és a misszió erőt kapjon. Na most, amikor ő Joppéban tartózkodik, akkor van egy látomása. De ugyanakkor egy pogány embernek is, bizonyos Cornélius századosnak Cezáreában szintén van egy látomása. Izrael, vagy zsidó ország Jézus korában, nagyon sokáig még, rómaiak által megszállt terület volt. Tehát a zsidó katonák, vagy a római katonák ugyanúgy ott voltak, mint nálunk az oroszok. Viszont a római katonák között volt olyan is, akik lehet, hogy beházasodtak, vagy őszinte érdeklődésből fölvették a zsidó vallást úgy félig meddig. Ezek voltak a prozeliták. Nem metélkedtek körül, tehát nem volt ez a rituális cirkumcidáció, de valamiképpen a zsidó vallásnak a szokásaival azonosultak. Ennek az volt a jele, hogy Isten, vagy a megszólítás, hogy istenfélő ember. Most egy római katonatiszt Cezáriában volt a helyőrségben. Cezária az Jeruzsálem fölött van, van ilyen, hogy Fülöp Cezária név, több van, az annyit jelent, hogy császárváros. Akkoriban a császárról elneveztek több helyiséget. De ott lakott például Pilátus is, aki följött Jézus perébe, Cezáriából, mert nem Jeruzsálem. Ott is volt neki helyőrsége, de ők inkább a császárvárosban laktak, és a császárvárosnak egy ilyen katonatisztjéről van szó, aki az itáliai zászlóalj századosa volt. Azt mondja róla az apostolok cselekedetének írója, hogy vallásos és istenfélő volt egész háza népével, bőségesen osztott alamizsnát a népnek, állandóan imádkozott Istenhez. Tehát ez az istenfélő szó, az itt azt jelenti, hogy zsidóvallást magáivá tette szokásaiban és erkölcseiben, de nem vette föl a körülmetélést. És hát ennek az embernek is van egy ilyen jelenése a nap 9. órájában, és az úrangyala így írja, megszólítja őt, hogy hát imádságod és alamizsnád fölszállt az Istenhez, és megemlékezett rólad. Hát mit akarsz, kérdezte Cornélius, küldj embereket Joppéba. Ott van Joppéban, és hívasd el Simon Pétert, ő ott tartózkodik most, egy bizonyos Simon Tímárnál, tehát egy ilyen bőrmunkásnál, bőrrel foglalkozó mesterembernél. Menj el oda, és hívd el magadhoz. Ebben az időben Péternek is volt egy ilyen látomása. És azt írja az apostolok cselekedet, hogy Péter 6 óra tájban fölment a tetőre imádkozni. Ez nem a mi 6 óránk, ez a déli 6 óra. Mert a rómaiak nem úgy számolták az időt, mint mi. Ők reggel 6-tól este 6-ig. Ezért van az, amikor Jézusnál azt mondják, hogy délután 9 óra volt. Ugye 3 óra volt a mi időnk szerint, amikor kilehelte lelkét. Fölfeszítik 6 órakor délbe, és 3 órakor hal meg.
Ned is fölment 6 óra tájba a tetőre imádkozni. Valószínűleg ilyen keleti lapostat tető lejel tett, amikor jött imádkozott. Közben megéhezett és enni kívánt. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Látta, hogy megnyílik az ég, és onnét valami lepedőféle ereszkedik alá, négy csücskénél fogva a földre. Mindenféle négylábú és csúszómászó állat, meg égi madár volt benne. Hát ez látomás. Rajta Péter, öld le és edd meg, szólalt meg a hang. Szó se lehet róla, uram, felelte Péter. Sosem ettem én semmi közönségest vagy tisztátalant. Másodszor is megszólalt a hang. Amit Isten tisztává tett, azt te ne tarts tisztátalannak. Ez háromszor megismétlődött, aztán egész hirtelen fölemelkedett az égbe ez a lepedőféle. Tudni kell azt, hogy a zsidóknak erőteljes rituális étkezési szokásai vannak, akár csak a zsidóknak. Nem eszik meg például a disznóhúst, de több dolgot nem esznek meg, mert tisztátalannak nyilvánították. Ezek olykor egészségügyi szabállyal kerültek kapcsolatba, de sokszor rituálisak. Én olvastam olyan magyarázatot, hogy volt olyan pogány vallás, ahol a disznót, mintha ilyen isteni személyként is tisztelték volna, ezért nehogy eszükbe jusson a zsidóknak, hogy tenyészenek disznókat és azt fogyasszák, tisztátalanná tették őket, és nem eszik meg a sertéshúst. De a muszlimok se, ezt mindenki tudja, ugye? Tehát a mai ortodox zsidó véletlenül sészi meg. De más ilyen rituális szabályok is voltak, de ez arra volt jó, hogy lebontson egy évezredes szokást ez a látomás. Tudnék, ezeket a törvényeket Mózeshez kötötték, és ezeket a rituális törvényeket tartották is. Közben megjelennek ott azok az emberek, akiket Cornélius százados küldött, és elmagyarázzák, hogy hívat téged, ő pedig másnap útra kelt, velük ment, és néhány joppei testvér is vele tartott. Másnap odaértek Cezáriába. Cornélius várja őket, keleti szokás szerint lábához borul, hogy hódoljon neki, de Péter felemelte, állj föl, mondta, hisz én is csak ember vagyok. És akkor bemennek, és Péter mond egy prédikációt, amit így kezd, hogy jó tudjátok, hogy mennyire tilos zsidó férfinak pogánnyal érintkeznie vagy vele tartania. Ez akkoriban nagyon így volt. Mégiscsak utalok ugye Jézus perére, hogy amikor mennek ott Jézus ellen Pilátushoz, kint vannak, benne van a Szentírásban, hogy nem mennek be zsidóházába, pogányházába, nehogy a húsvét közelettével tisztátalanná váljanak. Tehát nem ment be egy zsidó egy pogányházába. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy ember sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. Ezért minden habozás nélkül ide siettem a meghívásra. És akkor elmondja ezt a látomást, mind a ketten elmondják, hogy hát akkor ez csak Isten szava, intése, lehet, hogy ő is álmodott valamit, vagy látott valamit, én is, és én most itt vagyok. És utána Péter mond egy rövid Jézus történetet, rövid evangéliumot, amit így kezd, hogy ti tudjátok, hogy mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után, Galileától kezdve egész Judeába. Tehát amikor Jézus megjelent a nyilvános működése elején. És akkor befejezi azzal, hogy megfeszítették,
föltámadt, mi vele ettünk, ittunk, megparancsolta, hogy minden népnek hirdessük az evangéliumot, és tanúsítsuk, hogy ő az Isten élők is, holtak bírájául rendelte ugye Jézus Krisztust. A proféták is erről tesznek tanúságot, tehát hinnetek kell, hogy elnyerjétek bűneitek bocsánatát. És alig, hogy ezt elmondja ezt a beszédet, a Szentlélek leszáll rájuk, akik hallották a tanítást, és ugyanaz történik, mint az első pünkösd alkalmával. És hát ez nagyon nagy hatással volt Péter apostolra, de ekkor már a keresztsége is részesíti őket, fölteszi a kérdést, hogy meg lehet tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket megkapták. És akkor nem. Tehát nem lehet megtagadni. És ekkor megkeresztel őket. Visszamegy Jeruzsálembe, hát ott többen szemrehányást tesznek neki, hogy hát mit tettél? Hát elmentél a körülmetéletlenekhez. És ott ettél velük. És akkor megint hát elkezdődik ez a történet magyarázása, még meggyőzi a jeruzsálemi közösséget, hogy most már nekünk ki kell nyitni a kapukat. Mi már nem maradhatunk itt, nekünk mennünk kell tovább. Mert a pogányoknak is megadta Isten az életre vezető bűnbánatot. Az apostoloknak is nagyon-nagyon nehéz volt a zsidóság külsőségeitől és rituális dolgaitól megszabadulni. Ez a mai időkben is így van. Hát gondoljunk egy Edith Steinre, aki zsidó családba született, ugye apácaként fejezte be vértanú életét, hát leírja azt, hogy teljesen oda voltak a szülők, hogy te megtagadtad az őseit, hitét, hát mi vagy te? És akkor ugye, hát ő filozófus volt, Edith Stein, és azt mondta, én nem megtagadtam, hanem azt a hitet, amit ti vallotok, én beteljesítettem Jézus Krisztus hitébe. De minden esetre fönntartása volt a családja iránt a 20. században. Tehát nagyon nehéz volt a zsidóságnak a pogányokat is befogadnia, és így jön az a történet, amit én apostoli zsinatként elő akarok adni, de természetesen röviden. Arról volt szó, hogy most már ez az időszak, ugye a Krisztus utáni 50. évben történhetett, Szent Pál megtérése után, aki megtérése után volt arábiai sivatagban is, de aztán elindult missziós útra. Több missziós útját ismeri neki az egyház történet. Az első missziós út az ott Kis-Ázsiában. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a mai Törökországba tett egy kört. Tehát ott egy ilyen mondjuk 300 kilométeres körbe, Ikónium, Listra, Derbé, Antiókia, ezekre a helyekre elment, és ő is általában azzal kezdte, hogy elment a zsinagógákba, mert a zsidóság akkor már eléggé diaszpórában is élt, tehát ő hozzájuk is ment, de pogányokat is megtérített. És ezt a térítő munkát Barnabással együtt végezte, aki annak idején maga mellé fogadta Szent Pált. Tehát fordítottja történt, tehát az, hogy ő lett a vezető, és Barnabás lett a kísérő, holott Barnabás volt az, aki fölkarolta Szent Pált. Megjárják ezt az utat, és visszatérnek a kiinduló helyre, Antiókiába. Ez is a mai Törökország területén van. De ugyanúgy, mint Cezária nevű település, Antiókia is volt, nem is egy. Tehát amikor olvassuk a Szentírásban, hogy Antiókia, akkor nem biztos, hogy mindig ugyanarra a városra gondol. Mert az az Antiókia,
amivel Péter volt először, a Szentföld területén van. És az ott arra Cezária környékén, és ott nevezték először a keresztényeket, vagy a Krisztus követőket kereszténynek, krisztusiaknak. Ott is volt egy Antiókia, de fönn is, hát Magyarországon is van, hát van két szombathely is, két mélykút is van, a történeti Magyarországot alapul véve két Valkó is van, tehát ilyen dolog ott is megtörtént. És visszatérnek a térítő útjukról, és elmondják, hogy mi minden dolog történt, és Isten igazolta őket a csodákkal. De még ők Korinton voltak, oda Antiókiába eljöttek utána a Judeából megtért, vagy a Judeában megtért zsidó keresztények, méghozzá valószínűleg farizeusok. Ugyanis a farizeusokból is sokan megtértek keresztény hitre, de ők aztán teljesen beleivódtak a zsidó szokásokba, liturgiába, ceremóniára, és miután egy fél életet eltöltöttek ezzel, nekik aztán végképp nehéz volt levetni azt, és ragaszkodtak is hozzá, nem csak úgy, mint nálunk a népszokásokhoz, hogy na hát akkor előveszik ünnepen a szép ruhát, hanem az üdvösség föltételének tartották. És akkor elmennek oda, és akkor ezt is hirdetik, meg azt mondják, ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek. Ezt mondják az antiókiai keresztényeknek. Hát ez a rituális dolog, ami valószínűleg kettős természetű volt, hogy egyrészt egy jele volt a választott népnek, másrészt pedig egészségügyi szabályokat is kielégített a körülmetélés. És hát ezt akarják erőttetni. Itt van benne, hogy emiatt nagy vita támadt Pál, Barnabás is közöttük. Tehát mi sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény embereknek vannak olyan nagyon csendes, nagyon mindenre beleegyező, nagyon legyen úgy, nem ismerünk szólni. Itt is nagy vita támadt, mert a hit dolgában nem ismertek ilyen udvariasságot, tehát ott megmondták, ez nem így van. Igen ám, de Pál és Barnabás nagyobb tekintélyre akart hivatkozni, mint ők maguk voltak, hiszen a Jeruzsálemből jött megtért farizeus zsidók, azt mondták, hát mi már csak tudjuk, mi jöttünk Jeruzsálemből, mi az első egyházközségnek a hívei vagyunk, mi tudjuk, ma így mondanánk a tutit, mi majd megmondjuk nektek. Na erre aztán Pál és Barnabás, és még néhányan elhatározták, hogy fölmennek Jeruzsálembe. De ez a törökországi Antiókia, tehát nem az, amire előbb beszéltem, de addig kellett nekik elég sokat gyalogolni ott Fönícián, Szamarián át, de még egy páran még kísérték is őket, mert nagy fontosságú dologról volt szó, és hát ott ők azért mindig hirdették az evangéliumot. Odaértek Jeruzsálembe, és azt írja az evangélista, hogy örömmel fogadták őket. Tehát azért már ott is ez nem a teljességet jelentette, hanem csak egy részét azoknak, akik ragaszkodtak a régi törvényekhez. És hát elmondják azt, hogy mi történt, hogy a farizeusok odajöttek, és ezt mondják. Hát ti mit mondtok? Összegyűltek az apostolok, a presbiterek, hogy megvizsgálják az ügyet. Hát az apostolok közül csak Péter volt ott, Jakab volt ott, talán János is ott lehetett, de itt nem említi, de voltak presbiterek, tehát papok, akik már ott a jeruzsálemi egyházközségnek a papjai lehettek, vagy ott a környékről. Ez a Jakab apostol az újabb kutatások szerint talán nem volt az apostoloknak a karában benne,
de Jeruzsálem első püspöke volt, és azt viszont tudjuk Szent Pál apostol leveléből, hogy neki is megjelent a föltámadt Krisztus, és ezzel mintegy megkapta azt az apostoli pecsétet. És akkor hát Péter, aki itt látszik a fősége, hogy elkezd is, felszólal. Az a Péter, aki azért ingadozott ott Jézus Krisztus szenvedésének az esetében, sőt, még ebben a zsidó szokások területén is volt neki ingadozása, mert a Galatákhoz írt levélből tudjuk, amikor Szent Pál apostol elmondja a Galatáknak, hogy én hogyan tértem meg, először elmentem Péterhez, vele voltam 2 hetet, minden, de egy másik alkalommal meg az történt, hogy amikor együtt voltunk, akkor Péter apostol együtt jövett a pogányokkal. Hát ebbe akkor Pál se látott semmi olyasmi, de maga Péter sem. De mikor megint meg oda is oda jöttek ezek a zsidóságból megtért keresztények, akkor inkább fölhagyott vele, mintha annyira nem is volna egységben a pogányokkal. Aztán Pál apostol szemére vetett, hogy van ez? Hát mikor csak a pogányok vannak itt, akkor eszel velük, mikor megjelennek a zsidókból lett keresztények, akkor nem eszel. Hát akkor hogy várjuk azt, hogy ezek a pogányok mellénk álljanak? És hát a Péter elfogadja, hogy következetlen volt, de talán ugye túlságosan alkalmazkodni akart akkor a zsidókból lett keresztényeknek. És akkor elkezdje a beszédet ott ezeknek a jeruzsálemieknek, hogy testvérek, tudjátok, hogy Isten kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását és higgyenek. S maga az Isten, aki ismeri a szívet, tanúsította, hogy nekik is megadta a Szent Lelket épp úgy, mint nekünk. Tehát itt utal arra, amit a Cornélius százados házában is elmondott, hogy nekik is megadta. Nem tett különbséget köztük és köztünk, amikor hittel megtisztította a szívüket. Mit teszitek hát próbára az Isten? Miért akarjátok a tanítványok nyakába rakni azt az igát, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? Az a hitünk, hogy Urunk Jézus kegyelméből üdvözülünk, mi is, ugyanígy ők is. Erre az egész gyülekezet elhallgatott is, meghallgatták Pált meg Barnabást, hogy milyen csodákat tett általuk az Isten a pogányok között. Tehát nekünk az a hitünk, hogy Jézus Krisztus kegyelméből üdvözülünk, nem azért, mert megtartjuk a zsidó törvényeket és szokásokat. Ezzel azt akarja mondani. És amikor elmondja Péter, Pál és Barnabás is, hogy mit műveltek, milyen csodák is történtek, beteggyógyítások az első missziós utakon, annélkül, hogy erőtették volna a zsidók szokásait, akkor föláll Jakab. Jakab, Jeruzsálem első püspöke, és azt mondja, testvéreim, hallgassatok meg. Simon elmondta, miként gondoskodott róla Isten először, hogy a pogányok soraiból népet szerezzen nevének. Ezzel megegyeznek a proféták szavai, hiszen meg van írva, és itt idézi Ámos prófétát, hogy aztán újra fölverem Dávidnak bedőlt sátrát, roncsait helyrehozom, és a sátrat felállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, minden nép, mely hívja nevemet. Itt Ámos prófétára utal, ez arra az időkre vonatkozott első jelentésbe, hogy amikor a babiloni fogság után, ugye ott minden romba dőlt, hogy az Isten újra fölemeli őket Dávid bedőlt sátrát, és most már a többi ember is keresheti az Urat, hogy minden nép, amelyik hívja a nevemet, az Úr népe legyen. Na most ez azért érdekes, ez a szentírási idézet ilyen formában, mert a Héber Bibliában
amit a zsidók mai napig használnak, ott csak valami olyasmi van, hogy Isten irgalmat fog gyakorolni a néppel. De arról már volt többször szó, hogy ezt a Bibliát lefordították görög nyelvre. Ez volt az úgynevezett Septuaginta Krisztus előtti századokban a diaszpórában élő zsidók számára, akik már nem tudtak héberül, lefordították görögre. Ami nem szó szerinti egyezés sok esetben a héber Bibliával. De amikor az új szövetségben idézik az Ószövetséget, és azt mondják, mert mindez azért történt, hogy beteljesítjék az írás, akkor mindig a görög szöveget idézik, a görögre fordított Ószövetséget. Itt is a görögre fordított Ószövetség van, ami már egy többlet, mert azt mondja, hogy nem csak irgalmat gyakorol az Isten, hanem minden népet meghív. Ezzel alátámasztotta azt, hogy igen, a pogányok is meg vannak hívva. És akkor az Úr mondja ezt, hogy igen, a pogányok is Isten népéhez tartoznak. Erre az apostolok, és itt kiadjuk részeket, erre az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látták, hogy kiválasztanak maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással elküldjék őket Antiókiába, azzal, amit ők ott mondtak. Hát mit mondtak? Ezt előtte is elmondja az apostol, tehát, hogy a pogányságból megtértek, tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, továbbá a paráznaságtól, a folytott állattól és a vértől. Hát hogy kell ezt érteni? A zsidóknak a legnagyobb bűnök közé tartozott a bálványimádás, hogyha valaki bálványimádó volt. És ezt nem csak ilyen szellemi módon tették, hanem mint ahogy a pogány vallásokban állítottak különböző ilyen istenségeket, szobor formájába, vagy valami természeti jelenség, fa, vagy valaminek a képébe, és annak áldozatot mutattak be. De az áldozat bemutatás az úgy történt, hogy nem az egész állatot égették el, hanem csak egy részét. Éppként a zsidók is ezt tették a állat áldozataiknál, hogy az Istennek, az igaz Istennek áldozatot mutattak be, állati áldozatokat is, de nem mindenestől. Annak egy része megmaradt, amit el lehetett fogyasztani, a pogány bálványoknak feláldozott húst pedig meg lehetett venni, mert kimérték azokat. És nagyon nagy undorral gondoltak arra a zsidók, hogy a bálványhúst valaki megvegye. Hát azt a pogány istenségnek ajánlották föl. Tehát itt van, hogy tartózkodjatok a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljatok ilyen. Ugye más alkalommal ugye mondja az apostol, hogy nyugodtan megéltitek, de ha valakit megbotránkoztattok vele, akkor inkább ne tegyétek. Ez többször benne van a Szentírásban, hogy nyugodtan megejtitek azt a húst, mert bálványistenek nincsenek, de nehogy megbotránkoztassatok másokat. Ez ma is áll, hogyha mondjuk én fölvilágosult módon, hogy így mondjam, keresztény felvilágosultsággal megteszek valakit, de valaki esetleg valamit, de valaki esetleg megbotránkozna, mert nincs tisztába, akkor inkább ne tegyem, hogy megnép botránkozzon. Tehát a bálványoktól tartózkodjatok, továbbá a folytott állattól, a vértől, ugye a vízbe fulladt, vagy más ilyen esetre gondolt, mert benne marad a vér, és a vértől. A zsidóknak a Mózes törvénye alapján a vért nem szabad volt megenniük, mert a vér volt az élet hordozója. Azt tisztelni kellett úgy, mint
Istennek azt a teremtményét, adományát, ami tabu vesz körül, tehát nem lehet emberi fogyasztásra felhasználni. Ugye vannak most is ilyen Jehova tanúi, meg hasonló szekták, akik se a vérvételt, se a mondjuk állati vér fogyasztását nem engedélyezik. Mert úgy gondolják, hogy az az élet hordozóját, van benne valami, hogyha valakinek leeresztik a vérét, akkor meghal, ugye? De ettől, hogy tartói, és a paráznaságtól, ugye a görögök körében voltak kultikus paráznaságok is. Tehát volt egy pogán szentély, ott voltak ilyen hetírák, meg mindenféle, erre prostituáltak, és hogy ettől különösen a paráznaságtól, a pornájától tartózkodjatok meg egyáltalán, tehát legyen tiszta a házasság. És akkor ezt jóvá hagyják, elmennek és elviszik a hírt Antiókiába, de még küldenek magukkal egy Júdás és egy Szilás nevű apostolt is. Erről a Júdásról nem sokat tudunk. Egyébként a Júdás az nem egyedi név volt abban az időben. Ma van egyébként Júdás Tádénak a napja, tehát az egy ismert név volt a Júdás. Azért teszik oda hozzá az apostolok neveinél, hogy a Kariót Júdás, aki elárult, mert volt más Júdás is, Júdás Tádé, aki történetesen szent. Erről a Júdásról semmit sem tudunk, akik vele küldtek, viszont már a Szilásról tudunk, hogy ez az apostoloknak a segítője volt. És hát elmennek, visszatérnek Antiókiába, és azt mondja, érő szóval is elmondták, meg felolvasták a levelet, hogy elküldtük hát Júdást és Szilást, mondják az apostolok, ők majd élő szóval is elmondják nektek, úgy tetszett a Szentléleknek is nekünk, hogy ne rakjunk rátok több teret a szükségesnél annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoktól, áldozott eledeltől, a vértől, a folytott állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el, jó egészséget, mondják az apostolok. Tehát megismétlik élőszóban és levélben, amit ők elhatároztak. Ez a úgy tetszett nekünk és a Szentléleknek, ez lett aztán később az egyetemi zsinatoknak a formulája, hogy mi is a Szentlélek. Mert meg van győződve az egyház arról, hogy az egyházat a Szentlélek vezeti, amikor egy jó döntést hozunk, jó döntést, és nem lehet szembeállítani az intézményes egyházat, a karizma, a Szentlélektől eltelt emberek egyházával. Ez egy. És ezt az üzenetet küldik, azok örömmel olvassák a vigasztaló sorokat. Aztán ott van ez a Júdás és Szilás, majd visszatérnek a megbízóikhoz. Ez volt a jeruzsálemi zsinat Krisztus után 50-ben. Az első missziós és a második missziós útja között Szent Pálnak. Hát miért fontos ez? Miért olyan dolog, hogy ezt ki kell emelni? Azért, mert ha történetesen akkor azt mondják, hogy na hát itt vannak a zsidóságból megtért farizeusok, rájuk való tekintettel is. Meg kell tartani a körülmetélést. Meg kell tartanunk a zsidó törvényeket. Akkor az egyház megmaradt volna zsidó szektának. Akkor nem az lett volna, hogy mint a mai zsidóságban, Magyarországon is legjobb tudomáson valami három felekezet is van, neológ, ortodox, meg még valamik mindig veszekednek újabban, lehet olvasni az újságokban, a rabbik meg a vezetőik, tehát ez tény, ugye? De akkor lett volna, azt mondták volna, hogy a keresztény zsidó felekezet. Van a neológok, akik megeszik a húst, az ortodoxok, akik tartják a
legszigorúbb törvényeket, ruházatba, mindenbe, megmaradtunk volna zsidó szektának. Nem. Ezáltal kinyíltunk. És nem mondjuk azt, hogy semmi közünk nincs a zsidósághoz, hiszen a gyökerek ott vannak, de úgy van, hogy megőrizve, de ugyanakkor megváltoztatva az üdvösség új rendjét, hogy minket most már nem a zsidó törvények üdvözítenek, a rituális törvények. Arról már volt szó más alkalommal, még a 10 parancsolat sem Mózes miatt fogadjuk el. Hanem Jézus felsorolja a parancsolatokat, de érdekes módon, hogy azokat, amik a szívbe írt törvényben, a természet törvényben is benne vannak, mert Mózes előtt is, aki ugye 1200-as években élt, a zsidóságnak volt erkölcsi törvénye, csak nem volt kodifikálva. Egy Ábrahámnak is volt erkölcsi érzéke, és tudta is, hogy mikor vétkezik, ugye mikor litagadta a feleségét, ugye, meg lehetne sorolni történeteket, de nem volt kodifikálva. Tehát Jézus azokra a törvényekre gondol, amik benne vannak a szívbe írva, és az más kérdés, hogy összeesik a mózesi 10 parancsolat egy részével. De például mi ezért nem tartjuk fontosnak a faragott képet, ne imádjat alapul venni. Ezért van katolikus templomban kép és szobor, mert ezt mi kihagyjuk a 10 parancsolatból. Abba pedig benne van, hogy a protestánsok belevették, és más beosztása is van az ő 10 parancsolatuknak. Erről is szó volt, de ezért is például a református templomban se kép, se szobor, hanem csak fehérre meszett falak. Mi kihagyjuk. Mert Jézus azt mondja, hogy vagy nem tesz erre utalást, hogy ezt nem lehetne. Tehát zsidóság megszűnt számunkra útmutatóvá lenni keresztényeknek az üdvösség dolgában, hanem Jézus Krisztus az, aki bevetett hitünk, a keresztség és a szeretet tettei az üdvösségnek a feltétele. Tehát az ő kegyelme, a benne való hit és a szeretet tettei. És ez ezért volt fontos, nagy jelentőségű, mert ha ezt nem lépik meg, akkor megmaradtunk volna a zsidó felekezetnek. És itt lehet látni, hogy az Anya Szent Egyház mindig tud olyan új fordulatokat venni, éppen a Szentlélek által, ami biztosítja azt, hogy megőrizve, megszüntetve bizonyos dolgokat, továbbadja az evangéliumot. És hát ez a mostani szinodusnak is a célja, hogy az egyház a Szentlélek által újuljon meg, a tradíció megőrzése mellett legyen egy innováció. Őrizzük a szent hagyományt, ugyanakkor a megújulást is akarjuk. Ezért ez az első jeruzsálemi zsinat egy olyan példa a kereszténység számára, ami maradandó, amiben hát megkérdezték az akkori egyház tagjait, és azokban pedig volt bátorság, hogy lépjenek. Tehát ez nekünk is útmutató lehet, hogy vannak dolgok a múlt egyházából is, amit nyugodt szívvel föl kell hagynunk, ami nem tartozik már a lényeghez. Ugye ezt a merészséget tette meg a II. Vatikáni zsinat, amikor sok mindent elhagyott a külsőségekből, hogy az evangélium lényegére térjen, és ugyanakkor őrizze az apostoloktól ránk őrzött kincseket, a tradíciót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!